Szerbusztok, kedves nézők! Eddie kézügyesség bemutatója után, ahogy ezt a tollat háromadjára sem sikerült elkapni a feldobás után, és a hatalmas harc Robikával, ahol hősvezérünk győzelmet aratott, úgy döntöttünk, hogy elvállalunk még egy mérkőzést, hiszen fáradtság, cseppek tükröződnek homlokának mutatóiról. Igen. Nyertünk. Igen. Túléltünk. Küzdött, most megpihen. Igen. Harcoltam. Győztem, most pihenek. Nem egészen így van, de veszteni nem vesztettünk, tehát nem lehet, ahogy az Echo Fox sem fog biztosan veszteni az Immortals-szal szemben, még ha a létező összes statisztika ezt mondja, akkor sem tuti, hiszen láttunk már csodákat, például azt, hogy a Phoenix Fan elverte a CLG-t, tehát ők a CLG-t meg tudták állítani. Kérdés, hogy most az Immortals leteszi-e a pontot az íre, miszerint ezt a szériát ők megnyerik, akkor biztosan első vagy második helyen fognak végezni az amerikai LCS nyári alapszakaszában, ami azt jelenti, hogy az elődöntőből kezdhetik a rájátszásokat, hiszen a TSM és a CLG az utolsó körben talán nekik egy kicsit pekhesen pont egymás ellen fognak játszani. Az Immortalsnak ennél jobban nem alakulhatott volna a forgatókönyv. Szia, Edi! Szervusz, Lévi, szóval a kedves nézőket! Ahogy mondtad, és azért valljuk be, erre szüksége is van az Immortals csapatának, hogy legalább ugye előről várhassa a rájátszást. Ha más miatt nem is, mert már ugyan pedzegettük még a TSM meccs alatt, hogy jelen pillanatban nulla ponttal rendelkeznek, viszont, hogyha ezt a nyári splitet megnyerik, akkor azért bejuthatnak a világbajnokságra, miközben az Echo Fox csapatát láthatjuk Brandini a felső ösvényen, Ökédien a dzsungelben, Froggen középső ösvényen, Keith, illetve Gate pedig az alsó ösvény párosa. Még a TSM. Vagy az Immortals, Flame a felső ösvényen, Xmity a dzsungelben, Pobertel a középső ösvényen, és Kodisan a Jinmester, illetve a támogatója, a Bard nagyágyú Oli az alsó ösvényen. És azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem kis dolog egy világbajnokot leváltani a felső ösvényen. Brandininek Looper úgymond örökségéhez azért fel kell nőni. Oké, Looper már elég régen volt világbajnok, ugye a negyedik szezonban még a Samsung White színeiben, de ezért azért az akkor is egy nagy szó. Egyszer ő volt a legjobb felső ösvényes a világon. Utána most ugye talán már mondhatni, hogy egy kicsit levezetni jött ide Észak-Amerikába, de én nem éreztem egyébként annyira gyengének a teljesítményét itt sem. Hát persze azért az idő vasfoga mindenki fölött eljár előbb vagy utóbb. Meg a meta. Meg a meta. Függetlenül attól, hogy például neki a leggyakrabban játszott hős az Rumble, emellett Brandininek is, de mindegy, hagyjuk a gonosz statisztikákat. Gonosz statisztikákat. Az Echo Fox csapata kezdi a tiltást, egy Thresh-t, illetve egy LeBlancot vettek el az Immortals csapatától. Az Immortals viszont Camille-t nem szeretné átadni az Echo Foxnak, sem Gate-nek, sem pedig Brandininek. Én Brandinit már most imádom, hoz egy poppit, tehát akkor engem megvett. Hát hozott már. Hozott, bizony. Kétszer. Kétszer is, és egyszer nyerni is tudott vele. Egyszer neked meta. Én még mindig tartom ahhoz magam, hogy a metában vannak olyan hősök, akire Poppy igenis jó ellenválasztás. Nem feltétlenül az ösvényfázisra gondolok, de például, hogy Zeket egy az egyben meg lehet vele állítani. Közben ugye Kog'Maw és Caitlyn is a tiltó listán, két lövész került oda, és az a helyzet, hogy Kog'Maw-val talán Corissannak vannak a legbiztosabb statisztikái így Észak-Amerikában. Nem a sikeresebb hős, mert sokszor problémákba ütközik, méghozzá azért, mert túl könnyű megölni. Tristan el a csapla kíz. Hát láthatjuk, hogy Észak-Amerikában mennyire közkedvelt választás ez a lövészeknek. Miközben Bobelter egy óriási társított. Hát ő izgulna. Igen, igen. Hát nem igazán izgulja el ezt a összecsapást. Flame viszont Jarvan-t hozott. Tudod, mi jut erről eszembe? Na. Amikor a Forma 1 megvan. Ja, a Raikkonen? Aha. Tudod, az első, volt a Raikkonennek ugye az első futama, csak hogyha esetleg valaki nem tud a nézők közül, és keresték, hogy hol az Istenben van, mindjárt indul a futam, és ki, hát, hogy ő aludt. Ő nem, de életed első Forma 1-es futamot alszol. Igen, igen. Kellemes lehetett. Nem, valami olyasmi volt egyébként, hogy meg is találták ott a kis öltöző kocsijában, ahol asztalon talán, vagy... Igen, mindegy, de nagyon kényelmesen szunyókált. És az volt, hogy nem hitték el, tehát hogy nézték, hogy ez tényleg ő-e. Közben pedig Ökérien és Froggen is választott társainak hőst. Pobelter pedig egy Vel'Koz-on gondolkodik, majd egy Syndra-ra vált, és dönts már el. Tehát Talia a leggyakrabban játszott hőse előszeretettel hozza ezt, nem is teljesít vele általában rosszul. Kíváncsian várom, hogy ebben a szériában hogy fog teljesíteni.
Az biztos egyébként, hogy Gate-nek az a Brown választása az jó lesz a Tristana mellé. Kodisán viszont pedig a Sivir az... Igen. Mondjad. Hozott. Amit egyébként nem túl gyakran játszik. Viszont stabil visszatérő a metába. Először ugye Cho'Gath-tal párosítva láttuk használni. Hogyha mondjuk Thresh a tiltó listán volt, akkor eléggé jó kombot tudnak eredményezni. Hova megy Jarvan? Ez a legnagyobb kérdés most jelenleg szerintem. Mehet felülre is, hiszen konkrétan már 6 alkalommal érkezett Flame kezei közé. De Exmutin én is megnézném. Simán el lehet hozni. Alapvetően lövészeket tilt az Immortals a tiltási fázis második részében, de ezek nem feltétlenül olyan lövészek, amik az alsó ismére érkezhetnek, adott esetben mind a kettő sokkal inkább a középső ismére várható, és főleg úgy, hogy ugye már Tristana megjött. Nézd viszont meg. Olinak nem akarja bizony odadni Bardot, sem Lulut. De Karmát igen. Karma is azt tettem észre, hogy bizonyos játékosoknál érkezik. Legutóbb a FlyQuest-nél láttam, én legalábbis. Még a múlt hét vasárnap ott hozta Lemonation, és az nem volt túl magabiztos Karma, de játszott már ezzel Oli is, és nem is egyszer, hanem konkrétan jó pár alkalommal elhozta, és elég sikeres hősnek is mondanám, 4-ből 3 a statisztika vele, és a Sivir Karma kombóval lehet rohangálni a pályán. Ajaj. Rek, Szaj a dzsungelben, Brandini pedig Gragasozni fog, amit igen, még nem játszott. Észak-Amerikának a Cho'Gath-ja? Talán mondhatjuk úgy. Rek'Sai, hogy igen. Froggen hozza a talont! Hájjaj! Nem játszott még ő sem talont. Ez egy annyira jó választás. Oké, most gyengítették a Draktárt, ami valamennyire megfogja a talonjátékokat, de nem annyira. Szerintem még mindig nagyon halálos tud lenni az a talon, és Táliával szemben abszolút lehet esélye az ösvényen, csak nem szabad a játék korai szakaszában nagyon sok életerőt veszíteni, mert ha a fogazott tör megválasztásáig elbukja az ösvényt és farm lemaradásba lesz, akkor Táliánál az előny. Viszont ha ki tudja farmolni a fogazott tört, úgyhogy tartja magát az ösvényen, akkor szét fogja szedni Táliát. Majd kiderül, 2 alkalommal hozták el eddig Észak-Amerikában, félreértés ne essék. Én 99%-os biztonságot tudom mondani, igen, hogy high volt az. Mind a kettő volt. Nem emlékszem rá. És így annyira talán nem is meglepő, hogy kikaptak. Hát na nem azért, mert high annyira rossz talonjátékos lenne, hanem azért, mert a FlyQuest mostanában igencsak gyengélkedik. Sőt, múlt hét vasárnap volt az egyik. A Cloud9 ellen volt. Hát én azt nem látom. High-nál talon, igen, tudjuk. Tehát Hainál ott volt a talon, és akkor a FlyQuest Cloud9 egy ilyen igazi házi döntőt játszott. Tehát nagyon izgalmas első mérkőzésünk, hogy ez a második percben Lemonation rávillan, Sneakyre megöljük kombó. És nem volt rossz talon akkor sem. Tehát úgy tűnik, hogy még mindig megállja a helyét a metában. Igaz, az még bőve 7.14 volt. És úgysem sikerült végeredményében győzni. Na de... Itt van Froggen. Majd ő megmutatja a világnak, hogy mit is tud. Ehhez persze nyilvánvalóan Pobelternek is lesz 1-2 szava. De alapvetően... ezek az összeállítások nem rosszak, egyik oldalon sem. Ugye Froggen egyébként magasan a legmagabiztosabb játékosa csapatának. Ugye 3,4-es KDA-jával kiemelkedik, a többieknek 3,00-át sem éri el. A sebzés ügyileg 38%-át adja a csapatának, 38-at, míg az utána következő lövész kész, ugye 22,6-ot. Na már most ez a statisztika egy kicsit azért csalóka, mert ugye Loopernek a kiosztott sebzése még nincs feltétlenül benne, ugye Brandinivel kicsit osztozniuk kell ezen a dolgon. De ha valaki, akkor Froggen el tudja vinni a vállán az Echo Foxot egyébként, és sokszor láttuk már azt, hogy Ökédiennel remek csapatmunkában együtt dolgozva a játék középső szakaszát áthidalják egész addig, amíg Kiss a magabiztosságot nyújtó utolsó szakaszban nem lép, és akkor így hárman együtt valahogy le tudják hozni a mérkőzést. Akkor van nehéz dolga a Foxnak, hogy a Froggen veszít. Amire azért van lehetősége, mert bár te megemlítetted ugye ezt a KDA dolgot, ami igen, a csapatán belül elég impozáns, viszont ha például megnézzük csak az Immortals-t, hát igen, akkor összességében KDA tekintetében csak Exmitit előzi meg, és hogyha ösvény ellenfelét nézzük,
Bob Hatter 4,8-nál ilyen tekintetben. Na jó, de ugye az Immortals az első. Hát persze. Az Echo Fox meg azt hiszem most a 8. tehát egyszerűbb azért jó KD-ját tartani. 7-8, igen. A Flying Quest a 8. Vagy igen. A Team Liquid a 8. Nem, Phoenix van, Team Liquid az utolsó kettőben biztos vagyok. Tuti? Igen. Akkor Flying Quest. Akkor Flying Quest, és igen, akkor az Echo Fox. Igen, valóban igazad van. De az Echo Foxnak nagyon nehéz meccsei vannak. Tehát egy Immortals, utána meg egy Cloud9. Uh-huh. És ha már KDA különbségről beszélgettünk, Froggennek a 3,4-es KDA-jával szemben Jensennek a 8,4-esével kell majd szembenéznie holnap. Na, az egy izgalmas mérkőzés. Hát figyelj, itt a lehetőség még bőven javíthat. Á, hogy fel kell húzni 8,4-re? Aha, aha, na hát azt, azt azért megnézem. Már ne arra, de... Egy szérián belül én is. Az egy ilyen... Az olyan, mint a Peanut Show a MSI-on. Emlékszel? Persze. Peanut Show-ra? Persze. Tehát körülbelül úgy tudom elképzelni. Itt ültem. Tényleg? Igen. Wow, nem is gondoltam volna, hogy szakmai kommentátorként a kommentátorállásban ültél egy MSI meccsen. Bizony, bizony. Wow. Ráadásul pont akkor, amikor... Ne, tudsz te még meglepetéseket megjelült, okozni. Ugye? Igen, tényleg én voltam a stream közel. Na. Brandini pedig. Hát most mondjuk azt, hogy várható cserébe. És szerintem Pierce volt akkor az akció kommentátor. Bonyolódik. Ugyanis. Pont, mint most. Renekton. Nem egyszerű ösvény ellenfél. Most játsszuk azt, hogy kizökkenti jobban ki a másikat a beszédéből? Nem, én befejeztem. Szuper. Szóval Renekton nem egy egyszerű ösvény ellenfél, általában ugye az ösvény királyának hívjuk a felső ösvényen. Ösvény. Darcig játszott a tegnap azt, hogy akármikor elkezdtem valamit, akkor beleszólt és megszakított. Ja, most bele kellett volna szólnom és megszakítsam. Igen. Á, bocsánat, nem vettem a lapot már közben. Nézem a meccset, ne haragudj. Meccset? Ja, hogy valami meccs is van? Á, nem tudom, én csak a csetet figyelem. Igen, ott alul megy valami meccs is lent, val oldalt. Na de, Froggen és Bobelter szembenéz egymással. Azt mondta, hogy a kompozíciók nem rosszak. Nem. Szerinted melyik lehet az erősebb a játék korai szakaszában? Hát a korai szakaszában azért összességében én talán az Immortalsnak adnám ezt. A későbbiekben viszont a fene se tudja. Cserebere. Fáj azért, hogy a sziklákkal dobálnak. Froggennél meg nem hiszem, hogy van kenyér, hogy visszadobhasson. Viszont egy jó égetés van nála, úgyhogy így hát Pobelter azért annyira nem vállalhatja túl magát, bármennyire is sok életerőtől szabadította meg Froggent. Braum, Tristan az alsó ösvényen, ne felejtsd el. Uh-huh. Az azért fáj. Nézd meg azt a kis tévét! Az egy tévé volt, jól láttam? Mi? Ez a bomba. Nézd majd meg, ha használja kis. Ó. Oh. Nem, hogy tévé lenne. Bár lehet, hogy csak én vagyok vak, mint Lee Sin. No de, ha ezt akartam mondani, hogy az Echo Foxnak a kompozíciója nekem egy nagyon picit össze-visszának tűnik. Igen? Igen. Meg is mondom miért. Mert nem csapat kompozícióként erősek, hanem egyesével. Nem rossz a Gragas kombója, hogyha Rek'Sai rá tud érkezni és fel tud dobni, viszont ez legalább 3 embert kell feldobni, és nem lehet belőle maximum egy tank. Ugyanis ebbe a helyzetbe érkezhet Froggen, hogy kitépje valakinek a szívét és megölje, és onnantól kész lőhet hátulról fedezékben Gate-nek a védelmével. Viszont nagyon ki kell jönni a dolgoknak. Na már most ez egy olyan kombó ellen lenne jó, ahol nincs egy karma. Mert az mindenkit fel tud rakni pajzsokkal, és úgy már sokkal nehezebb Froggennek felrobbantani a bárkit is. Meg egy olyan Kodisszán, akivel el lehet szaladni a végső képességével. Jó, persze, az azért meg is kell cselekedni. Én az egyetlen dolgot, amit hiányolok az Echo Foxnál, az inkább a varázssebzés. Mert jó, oké, Gragasnak azért van valamennyi, de ezt nem mondanám kifejezetten sebző karakternek, főleg a mérkőzés későbbi részében. De tankosság az ott van náluk. Ott van, ugye az előbb említett Gragas, ott van Braum. Szerintem még Ökédiennek a Rek'Sai-ja is elmehet ebbe az irányba. A sebzéssel meg nem hiszem, hogy lesz hiány, csak hát tényleg az a varázssebzés az hiányozhat. Uh-huh. De szeretném majd látni, ahogy átugrik talán a félszelt falon. Ugye? Uh-huh. Ez egy csemege lenne. Ha már pont arra beszélgettünk, hogy ezek a falakon való átugrás ez. Igen. Pontosan mi és hogyan. Hogy Kane-t hogy gondolta arra, jött? A két ilyen érkezik. Xmiti pedig távozik, de Froggenék értem ennek. Vissza tudta dobni. Bobelter vérszemet kapott Froggen. És ez az, amit akartam mondani a Fox kompozíciójáról, hogy ahhoz, hogy az működjön, szükség van egy megetetett talonra.
és Froggennek a játékstílusa, én úgy gondolom, hogy ehhez megfelelő. Uh-huh. Igen, arról beszéltél te is még a meccs elején, hogy ő lehet olyan játékos, aki elviszi a hátán a csapatot. Aha. Ahhoz viszont nyilvánvalóan el kell indítani. Hát tesz ezért az Echo Fox csapata. Ökéd ilyen villan, és utána feldob, hogy le tudják követni Froggennek a kezdeményezését, akit ugyan Pobelter még ki is fáraszt, viszont ez sem elég arra, hogy az égetését, illetve az alaptámadásait túlélhesse X-Mity. Fogazott tőr, két uh-huh. hosszú kart. Hát jó, persze, az jön elég hamar. Igen, csak azt mondom, hogy nem került hátrányba nem. az ellenfelével szemben, még hozzá miatt a gyilkosság miatt nem. Igen. Így most nagyjából legál, ha a farmokat nézzük. Talán még vezet is Froggen egy picit, ugye kb. 23-mal számolunk. Uh-huh. Tehát akkor igen, vezet még úgy, hogy ide is ér. Pluszban tud elvinni gyilkosságokat. Itt nem szabad viszont megállni. Froggennek innentől kezdve rohangálnia kell az ösvényre, és szerintem itt az alsó ösvényt kell megbüntetni, mert Brandinivel nem biztos, hogy le tudják szedni azt a Renektont, de ha le is szedik, az sem annyira releváns, mint hogyha a Sivir Karma kombót állítják meg. Viszont erre azért valljuk be, Pobelternek is bőven lehet lehetősége reagálni, főleg azért, mert egy Táliával van. Az pedig, hogy Flamey Renektonnal játszik, igazándiból nagyon jó az Immortals csapatának, viszont ha eljut a mérkőzés a 30-35. percig, akkor még ha vízköpő is lesz rajta, annyira ő már nem lesz releváns tényező, szerintem legalábbis. Flame? Igen. Uh-huh. Nem Flame, inkább ugye maga a Renekton. Persze ott van a legyőzhetetlensége, meg kicsit lesz tankos, meg lesz sebzése, de pont ez a baj szerintem a Renektonnak később, hogy se nem elég tankos, se nem elég sebzése nincs. GT-k érkezését lebuktatja a bokorba kihelyezett láthatatlan őrszem, így Flame rögtön hátrébb vonul. Érdekes egyébként, amit mondasz, mert többfajta Renektont látunk. Van az, aki négy embert egyedül szokott feltartani, uh-huh. ugye mert nem feltétlenül a tankosság az ereje, hanem az, hogy rengeteg életerőt kap vissza abból, uh-huh. hogyha Q képességével több emberrel talál. Ez pedig egy nagyon erős dolog, viszont az igaz, hogy nem egy olyan tank, mint mondjuk Cho'Gath, akit évekig lehet ütni és nem robban fel, sehogy sem. Tehát a Renekton abszolút büntethető, viszont az ösvényen egyértelműen óriási dominanciája van. Hát láthatjuk ezt most is. És szerintem az Immortals most erre játszik. Tehát ők szeretnék a Renektonnak az erejét és dominanciáját összekombózott Jarvannal egész addig magas szinten tartani, amíg Pobelter táliája és Kodisen szívére beérik. Igen. És ha ez megvan, onnantól kezdve a Fox a fejére állhat konkrétan. Csak Froggennek van beleszólási joga ebbe. Meg hát Keith Tristanája valamikor erős lesz. Tökéletes meglátás az első torony, viszont nem hiszem, hogy az Echo Fox csapatához kerülne, ezért Kodisen. Valószínű. Tesz az alsó ösvényen, ez meg is történik. Froggen pedig azért tesz, hogy Pobelternek ne legyenek szép álmai a talonokkal szemben. Pobelter viszont komolyabb idézői képesség áldozás nélkül. Nincs még égetése Froggennek. Nincs, bizony, most lesz. Sőt, ez egy gyilkosság lett volna Pobelternek, vagy Pobelter ellen szerintem. Szerintem Pobelter akkor kifáraszt. Igen? Aha. Hát akkor már... Vagy villan. Jó. Nem vagyok benne biztos, igaz. Hogy a Draktár nélkül be tudta volna fejezni most Froggen. Igaz. Így viszont hát egy kicsit csak visszavonulásra tudta kényszeríteni, de hát annyira nem farmban ugyanúgy képes vezetni. Előbb-utóbb ugye elkészül nála majd a Morellonomikon. Igen, jól látom, körülbelül ugyanannyi aranyat gyűjtöttek. Igen. Froggen, illetve... Nem úgy az alsó ösvényes lövészek. Hát én meg a felső ösvényt is nézd uh-huh. meg. Ott is komoly a lemaradás. És igen, egyébként ez érdekes. Tristana, Sivir. Alsó ösvény. És úgy... Nem láttunk csatákat, viszont szépen passzívan Kodisen volt az, aki meg tudta nyerni. Ami nem meglepő, mert a Sivirrel valamire... Tehát ha Sivirrel valamit lehet csinálni, akkor farmolni. Igen. És ezt nagyon keményen. Meg azért ne felejtsd el, hogy Kiszék ugye egyszer felsétáltak a felső ösvényre, amíg Kodisen végig igaz. Farmolt. Az első toronyért járó aranyat is ő kapta meg. Na meg még van egy aratása is, amiből jó, oké, majd később fog igazándiból gazdagodni. Meg egy kormány, aki távol tartja ki folyamatosan a farmtól. Igen. Hát ez nem lesz rajta ütés. Brandinit nem lehet ilyen könnyen megbüntetni. Érdekes egyébként az őrszem játék, hogy ott, ahol a felső ösvényesek vannak, ott soha nincsen őrszem. Az az egyetlen jelenlőző őrszeme volt. Ugye Flame-nek. Most viszont rajta üthetnek Brandinin. És igen, és ő nem lát ebből semmit. Tornya sincsen, kataklizma viszont van. Jó a feldobás, és érkezik Pobelter a fércelt fallal. Brandini pedig
Ad egy gyilkosságot Renektonnak. Igen. Erről lemaradt a Fox. Le, de tud-e válaszolni érdemben? Froggen csapata, az a nagy kérdés. Hát megpróbálják ők elhozni ezt a tornyot, de ott is adják. Ajamu szellemkarját elhasználja. Aztán át ninjázik a falon. Kodisem viszont... Nézd meg! Nézd meg! Most komolyan annyira undorít az a kény. Komolyan! Az egész pályán végigment Froggen. Így. Aztán végül át kell ugrani. Még egy falon, hogy persze a kábítás se találjon rajta, talonjon rajta a Freddy elszólás. A torony pedig megvan az Echo Foxnál végül, de ha Flame ezért hozza egyet az alsó ösvényen, és ex, és újj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 
pont ez nincs lemaradva ezen a mérkőzésen az Echo Fox-szal szemben, sőt, még az Andyból az előny, az náluk van, és ez az arany előny, ez igazándiból csak nőhet az elkövetkezendő percekben. Oh! Az komoly kezdeményezés, aki ilyen, de Pobeltet akarják büntetni. X-Mitty nem a jó irányba menekül, ugrik előre Keith Pobeltetnek, villanni kell, és Oli is villant, ha jól láttam, hogy az inspirációval megsegítse társát. X-Mitty-t viszont látják, és innen nem sok kiút van. Az alsó ösvényes torony felé menekül X-Mitty, lehet, hogy ő itt megpróbál mégiscsak távozni. Sikerül egyelőre kijutni onnan, érkezik Rexája, közelben van Ökérien, villanás nincs, tornyot hoz ezért cserébe, viszont az Immortals, ráadásul teleporttal érkezik Flame, az Elektor, aki akkor nagyon erős, kivillan a kataklizmából X-Mitty, és túléli, Brandin érkezik, X-Mittyt be lehet-e fejezni, X-Mitty még mindig bírja, Brandin pedig nem, ő az, aki meghal. Így pedig Flame már 2-0 statisztikával rendelkezik, ne felejtsük el, hogy időközben az Immortals csapata még egy tornyot is hozott a felső ösvényen, középső ösvényen Kodisán révén. Ez a menekülés túlélés pedig egészen gyönyörű volt. És már láttunk egy ilyet X-Mitty-től. Pont a CLG ellen. Amikor a CLG elhozta a mérkőzést, X-Mitty ezzel szórakozott, hogy ő az egész pályán keresztül kergette, már nem, azt hiszem Dar sem volt, de ebben nem vagyok most teljesen biztos. De minden az a lényeg, hogy konkrétan egy ilyen óriási félkört leírtak a pályán, és X-Mitty végül túlélte, de a meccset elvesztették. És bár TTT az Echo Fox csapatánál található meg mégis a harmadik tornyot, az Immortals csapata döntötte le. Ezt a visszajátszást pedig érdemes lehet megnézni. Érkeznek X-Mittyre az Echo Fox-os játékosok. A kataklizma gyönyörű szép volt X-Mittytől, majd pedig a zászlóra húzás is. Miközben Flame begyűjtötte Brandin is kalpját, most már másodszor a mérkőzésen, és egyébként annál a krokodilnál időközben elkészült a fekete hasítóbárd, ami megint csak egy jó kis sebzés bónusz ad a számára. Brandin pedig még mindig küszködik annak az első tárgynak a megvásárlásával, ami talán egy igaz dicsőség kellene, hogy ott legyen. Nézd. Nem, az nem tévé. Én nem tévé? Megint nem néztem. Nem figyelted? Nem. Na, ennyi. Mostantól kezdve feljogosítalak abból, hogy akció közben csak ezt nézd. Ja, azt hittem, hogy tévézzek, vagy nézzem a tévét. Nézzed, Kisz meg kéne, hogy halljon, villan és gyógyít, és megjön Gét, aki fedezi társát. Viszont gyönyörű játék Pobeltertől. A föld alá nem védám a Brown pajzs, és jön a Bully Froggen, próbálja büntetni Kodisztánt, aztán ha végső képességét elhasználva nem tudja befejezni, hiszen a kábítás Olitól tökéletes, közben a Bully megy bent. Jó volt a robbanékony hordó, érkezik Froggen, hogy elhozza Pobeltert kapját, majd X-Mitty beugrását sikerül lekövetnie a Foxnak, és befejezni őt is. 2-2. De volt itt Bully rendesen. Ebből azért nem jött ki rosszul az Echo Fox. Nem. Főleg úgy, hogy Froggen gyilkosságot hozott. Kodisán pedig nem volt túl effektív ebben a harcban. Igaz, még nem is most kell neki nagyon hasznosnak lennie. Természetesen emellett Froggen is azért ott hagyta a fogát. De, hogyha azt nézzük, hogy ki kezdeményezett meg, ki próbálkozott, és milyen viszont válasz volt erre. Úgy gondolom, hogy az Echo Fox még ebből a helyzetből kihozta a lehető legjobbat. Keith menekül Pobelterrel szemben, aki a fércelt fallal leköveti őt, és hát gyógyítás, villanás után az a visszadobás, az egészen elképesztő volt. Érdemes lehet, tehát volna még nézni azt, hogy Brandini micsoda távolságból érkezett meg. Flame érkezik, Flame távozik, akiért ilyen egyedül nem fog rámenni a Rektorra, aki legyőzhetetlenséggel rendelkezik. Pobelter pedig mérhetetlenül vérszemet kapott, mert olyan szuperül zárta ki csapattársait. Konkrétan a civil végső képességben hárman álltak a fal túloldalán, és nézték, ahogy Pobelter befejezi ugyan ki, viszont ennek köszönhetően más pozíciót kellett fölvenni Kodisának és Olinak, ahol találkoztak Froggennel.
Nem szerintem egyébként Bob Eltre szimplán azt hitte, hogy hamarabb be fogja tudni majd Kiszt fejezni. Ez biztos, hogy így van, de ettől függetlenül most meglőtte a saját csapatását. Tehát a fércet falat... Jó. Nem megfelelően alkalmazta. Hoppá! A belső láng találja a harapós vagy nem. Expedi pedig... Igen. Ökéd ilyen olyan helyeken jár, ahol a többiek nem. A föld alatt. Csak szerencsére nem hat láb mélyen, mármint az Echo Fox szerencséjére, így azért még a harcokban részt tud venni. De onnan mire kiássa magát, képzeld el. Jövök, hát, srácok, jövök, jövök. Nem arra céloztam, hogy nincs töltési időn, de... Értelek. Vagy újra éledési időn inkább. Rendének kéne menekülni. Oké, de itt van, hogy segítsen. Pobelterre nem jó a robbanékony hordó, ugyanis ő arrébb tánc, onnan érkezik végül Kiszt valamikor. Brandini gyönyörűt villan, de aztán Flame fejezi be, és még sikerül Ökédjének a végső képességével kitrükközni Flame-nek a támadását. Érkezik, nem jó a Gletscher szakadék, de a harapós vagy már, igen, Pobeltert be lehet végül fejezni. Froggen pedig nem fog Flame-ért menni a torony alá. Kodisszán közben teljesen tojik arra, hogy ki mit harcol, és miért ő játsza a Tristana szerepet. Aha. A toronytörő szivír, azt mondod? TTS, érdekes. Audi TTS, nem mindig. Quattro vagy, meg? Ah, igen. Nem vagyok képbe az autókkal, az igazság. Az Echo Fox pedig elegánsan ott ér haza. Nézzük, hogy volt. Pobelter a fércelt fallal érkezik meg annak céljából, hogy Brandinit be lehessen fejezni. A dobásával a feltépet földbe kényszeríti Brandinit, de ugye ő még egy jó ideig életben maradt, és el tudta odázni a halált tusáját, de pont annyi sebzést ugye nem tudott kiosztani, hogy Ökérjennel be lehessen fejezni Pobeltert, sőt, még ő az, akinek menekülnie kellett. Kisznek nem volt jó az a végső képessége, de szerencsére ott volt Gate, meg az ő harapós fagyja. És gyilkosságokban így egyenlíteni tudott az Echo Fox, ami szép és jó. Csak a probléma az, hogy három tornyos lemaradással küzdködnek. Ezen pedig az Immortals csapatának az elhozott szurdok hírnöke nem fog segíteni. Hát nem, sőt. Most már ugye sárkányok is van. A másik oldalon fog segíteni, hogy növeljék előnyüket. Kész van Froggen a Drakter ugyan, de egyelőre még az a nagyon durva törlőssebzés nem láthattuk tőle. Ennek pedig az az oka, hogy Oli és Kodisszán együtt olyan gyorsak, hogy Froggen mire átúlik egy falon, addig kétszer körbe rohanják. Kodisszánék. Ez a szituáció, azt hiszem, amikor könnyebb megkerülni a falat, mint átmászni rajta. Szép. Említem, hogy nem sokára egy valószínűleg láthatunk az egyik híres sorozatban is, ahogy bizonyos más személyiségek a falon jutnak át a helyet, hogy átmásznának rajta, megkerülik azt. Hát aki nem tudott várni, az igazándiból már, mert előrébb láthatott egy fél részt mondjuk. Hallottad? Hát igen. Hát ez mondjuk... 3 perc a végéről azt mondta kedves Zimmerian, hogy hiányzik, de... Hát azt a 3 percet már igazán nem mindegy. Igen. Én inkább kivárom. Nem is nézed. Mit nem nézem? Tényleg? Hogy nem nézem? Nem is tudtam. No. Napra kész vagyok. Hát én nem vagyok kész a napra, mert mérhetetlenül meleg van odakint általában. Olira érkezik Froggen, és kimondom, hogy nem hasznossa a fenét, nem letöröl egy támogatót. De ki fogja büntetni most Kodisszán? Senki. Nézd meg, mit csinál. Dobál, és öl, és gyilkol. Le is törölnek azonnal két embert az Echo Fox csapatából. Mehetnek Robikával megerősödve. Szegény Robi biztos hallott kedves rokonának a pusztulásáról itt a stúdióban. Mérges is, neki megyek a toronynak, figyeljte, boom! Hát nem volt túl komoly a sebzése. Ettől függetlenül Oli kitörlése szép volt, de meghalt a karma. Na boom. Ezért cserébe viszont X-Mitty révén két ember tudott elhozni az Immortals csapaton. De hogy is történt ez? Froggen jön, villan, megöli Olit, aztán kimegy a buliból, de nagyon sokat kell neki várnia. És megjön Flame, aki feltart 3 embert, a kataklizmában pedig X-Mitty másodvirágzását élhette. Meg a második sárkányát is elhozhatta a mérkőzésen, ha nem is a kataklizmában, de a sárkány adójából. A bónusz sebzés a nagy értékű célpontokra, az most már az Immortals csapatánál van. Tudod, a tavaszi Lotus kétszer virágzik. A Kankalin meg csak sötétben, de... A
akkor de nem szabad őrszemet helyezni, de különben nem virágzik ki, vagy hogy. Ezen nincsenek Kankainak az idézők szurdok el. Ők csak a háború ködében tudnak élni. Hát, vagy egy-egy gyengébben őrszemező csapatnál azért. Ha. Uh-huh. Tehát akkor nem is gyengében őrszemeznek, hanem Kankalin termesztenek. Jaj, ne, hagyjuk ezt. Ez nagyon messzire mutató gondolat. A Varonnasornak a megpróbálása, vagy az elhozásának a megpróbálása viszont annyira nem mutat messzire. Csak kérdés, hogy jön-e az Immortals csapata? Nem, mert Frogenemnek elfoglalva a Kodiszánt meg tudja ölni, és meg tudja ölni Kodiszánt! Ha elhoznak ezért még pluszbe... Nem, a Varonnasor az rizikós. Na, átugrál. Nem ugorja át a fércelt falat. Ezt nem, egyébként szerintem nem is lehet amúgy. De ő Pobeltet szeretné megölni, akinek ugyan van Zonya homokórája. Mindegy, Pobeltemek. Mindegy. Ez tény. Ennyi idő alatt pedig egyébként kiszik elhozták volna ezt a baromot. De Yaxmithi ott volt. És a kataklizmával, meg megerősítve Olival és Flame-mel együtt veszélyes lett volna. Jó van, akkor kötek együtt. Főleg Froggen nélkül. Oké. Okay. Te kérted. Így is egyébként még mínusz két emberrel. Igen, most kell elhozni a Varonnason. És most megpróbálják. Froggen zónázza Yaxmithit, gyönyörű szép volt a tánc. Ne felejtsd, hogy a falon keresztül ő még távozhat, csak nem ez a dolga. Az a dolga, hogy Yaxmithi annyira terült veszítse, hogy ne tudjon fordulni. Ők ilyen kijön, így a Baront abba hagyják. Flame viszont jó pozícióban van, nézd meg azt a sebzést, amit kap. De egyetlen egy Q-val visszakapta az életereje felét. Ők ilyen pedig a Baronnasor mellett van, le tudta végül szedni Olit. Froggen. Már megint. Igen, de ez most. Kicsit össze-vissza volt az Echo Fox-tól. Nem is biztos egyébként, hogy most ki kellett volna jönni az Echo Fox-nak a Baronnasor odújából, mert pont a legrosszabb helyre mentek Flame-nek a kezei közé, és ugye beszéltünk erről, hogy van az a Renekton, aki négy ember között is viszonylag sokáig életben tud maradni, most ez abszolút így volt. Júj! Nem csak, júj, hogy életben. Júj! Mit csinálsz a talonnal, aki átugrul a falon? Rávillansz és kábítod, aztán pedig bele döngölöd a földbe. Hát arccal levette most ezt a kataklizmát. Hát Froggen. Meg ezt a Renektont, igen. Igen. Azért ez kellemetlen, amikor az arcodra esik egy krokodil. És minden hétfő reggelem így kezdődik. Nem, nem. Csak nem kezdenek Baronnasort. De. Baronnasort. De nyugodtan elkezdhetik. Maximum azért, hogy ide hívják az Echo Foxot, akik ember hátrányban kell, hogy harcoljanak, ráadásul elvesztették a legnagyobb sebzés hordozójukat. Pontosan, már fordulnak is ki a vadászaton, azonnal csattan Brandini arcán, aki pedig megtapasztalja, milyen érzés. Próbál még sebezni ki, viszont egyértelműen vissza kell lépnie, hiszen nagyon szép végül a végső képessége, de ettől függetlenül a visszavonulás marad, ugyanis túl közel érkeztek hozzá. Ökérdjen az, aki beragad, onnan talán még ki tudna jönni, ha nem dobná fel Yaxmithi, így pedig Kodiszánai a gyilkosság. És most lesz-e Baron, él már Froggen, és ilyenkor veszélyes, Froggent kábítani kell, mert ha oda bejut, ott valószínűleg két embert meg tud ölni, vele van még Gét, vele van még Kiss, bőven tudnak sebezni. Kezdődhet a buli, a Baron még él, van sújtás, megy Froggen, de megint Oli a fókusz, a Baron megvan az Immortalsnak, de még mindig mehet Froggen, még mindig hátba kaphatja őket, a kérdés, hogy meg tudja csinálni. Olit végül el tudták hozni ezen felül villangét, így ő túl is éli. Na Froggen. Na Froggen, mit tudsz tenni ezzel a helyzettel? Flame kábítja, Froggen meghalt. Hát ez... És közben Gate-re is rávillan Kodiszán. Yaxmithi is előrébb ugrik, talál a pajzsba Gate, bírja Brandin, van ott kataklizma! Demacia! Mérge bizony elkapta ellenfélt, Kodiszán próbálja büntetni Brandini, viszont ez egy 2-1-es szituáció, és lovagi eskü van egyébként Kodiszánon, tehát őt nem olyan egyszerű eltüntetni, hogy Ökédien segít, a gyógyítás jó, Kodiszánnak nincs manája, így be lehet őt fejezni, Yaxmithinek sincsen sok, ő viszont tud onnan távozni, Ökédiennek pedig nem nagyon van lehetősége őt lekövetni. A gyönyörű szép overkill volt, amit megfigyelhettünk Yaxmithitől. Hát igen. Nincs is szebb dolog, mint kataklizmával megölni valakit gyakorlatilag nulla életerő. De a Poppy végső képességgel. Hát igen. Az még egy nagyon feelinges dolog. Az is elég jó. Az őrzői ítélet kimondása valaki felett az. Na de nézzük ezt a visszajátszást, és ami miatt én fogtam a fejem az ez. Froggen nem megy be a Baronnasor odujába. Három ember gyakorlatilag nulla életerővel, jó, csak kettő, de Kodiszán most már nem hiszem, hogy túlságosan nagy probléma lenne egy megetetett talonnak, de nem, ő inkább Olit ölte meg most már, ha emlékezetem nem csak akkor harmadik alkalommal, negyedik, bocsánat. Semmi gond. Csal az emlékezetet. Igen, 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 hát vagy nem vagyok eléggé előrelátó, vagy jövőbe látó, de... Nem néztél a monitorra. Á, értem, de tény, ami tény, hogy nem biztos, hogy a legjobb célpontot találta meg ezúttal Froggen, aha, amikor pedig ugye visszatért
és újra megtalálta Fléméket, akkor meg már megvolt az ellenszer. Megy ott valaki. Megy. Nem hiszem, hogy oké, ilyen egy baronna során megerősített két szinttel felette járó Renektonna szeretne rámenni egy ügyen. Nem is ment. Hát nem is. Ugye ezt nem feltétlenül tudta, hogy ki az. Csak azt, hogy valaki ott lépked. És gondolom, sejti, hogy Oli az ötödik halála után nem biztos, hogy egyedül fog rohangálni. Bár Oli egyelőre tökéletes bokzsák, mert amíg őt püffeli Froggen, addig Korisszán a bokzsák mögül darabokra szedi. Igen. És egyébként azért a hívők töménye már így is ott van Olin. Hát igen. Ő elvégzi, amit kell. El. Ad egy mantrazat inspirációt mindenkinek, meg valakit kábít. Utána megölhetik nyugodtan. Hexpiti sebzi Froggent, aki onnan viszont ki tud ugrani kataklizmából nyugodtan. Ökédien pedig a fal alatt jut át. Ebből is tanulhatnának a mások amúgy. Nem már. Jól van, na kíváncsi vagyok. De hát meg van fagyva a föld, nem lehet ott felásni. Jogos, Ökédient visszadobják, aki sebzés kap, de túl fogja élni, valószínűleg Exmity megérte. Nincs már kataklizma, de villanás van, így nem tudja befejezni. Egyébként ez egy érdekes dilemma, majd még erről beszélgetünk. Amikor az Idézők Szurdokában karácsony van, akkor is tud járkálni Rek'Sai is. Szóval a fagyos föld nem tudja, hogy akadály. Hát az Idézők Szurdokában legalábbis nem, de Westerosban szerintem ez egy probléma. Na mindegy. Froggen megtalálja a Flame-et magának. Egyelőre nem, azért nem szeretné ő túlvállalni magát most már, így a hatodik elveszített tornyuk után, és jön a hetedikért az Immortals, szépen lassan, idejük még van, bő fél perc, miközben... Szép. Froggen ügyesen játszotta ezt most meg Flame-mel szemben, aki talán be is tudna fejezni Ökédiennel együtt, nem hiszem, szerintem Ökédien nem akart elhasználni ezt a végső képességet, főleg úgy, hogy a Flame túl is éli, a Préda leső pedig megcsiklandozza a krokodilnak a hátát, de nem ölte volna meg, ez biztos. Exmity-ék közben víga rohangálnak a toronynál, hiszen Froggen nem igazi veszély végső képesség nélkül. Flame pedig kibírta. Ki hazatérése után pedig, hoppá, öröngyalt, vásárolt, most már elérhető nála, ugyanúgy egyébként a Titán Hídra is, és még egy sárkány érkezik, vagy már itt is van a Szurdokban, amit Kodisszen egyedül el fog hozni. Egy kis bónusz, mozgási sebesség, az nem rossz soha. Most Froggennél 9 gyilkosság, most ebből 5 Oli. Igen. Igen. Az biztos, hogy Oli csak ő ölte meg. Oké, ilyen látja, hogy Oli itt van. Exmutit viszont nem biztos, hogy igen, jön ki és sebez. Nézd meg az TV szerinted? Most ezt meg tudod nézni. Ugrik Froggen, és Exmutit próbálja bántani, közben már felrobbant Olin a sebzés. Oké, ilyen az, aki a következő célpont lehet. Kodisszen közben sebez, de Froggen jó pozícióban lehet, csak sok ember között van. Kifele ugrik onnan nem véletlenül. Az Echo Foxot nem volt könnyű dolga, megjön Brandini és Olit felrobbantják. Na még, hogy csak Froggen tudja őt megölni. Szép a robbanékony hordó, de Exmutit csak arrébb repül, nem befelé. Jó sebzés kap Pobelter is, nem tud érkezni Froggen, mert Flame kizónázza. Ott a kataklizma, de felrobban Exmity, a gyilkosság pedig GT, ez így viszont 2-1-es csere, egyelőre Flame beindul, és ha Keyes tudja kábítani, akkor meg is tudja büntetni, viszont végül jó a végső képesség, megjön Froggen, Kodisszára nincs elég sebzés, ahogy Pobelterre sincs, Ökérien sem bírja már sokáig, Kodisszán vagy Ökérien, Kodisszán, és meghalt még GT is mellé, Keyes pedig épp hogy villogó mentő autóként tud hazatérni valahogy a halál torkából. De az Echo Foxon ez vajmi keveset segít most. Egyáltalán nem segít rajtuk. Pobelter és az ő zonya homokúrája most tökéletesen működött. Igen. És ez egy nagyon fontos mozzanata volt ennek a csapatharcnak, amit egyébként vissza is nézhetünk. Ökérien kezdte az egészet azzal, hogy feldobta Olit, aki nagyon sok életerőtől búcsúzott. Nem TV az. Lényeg a lényeg, Flame megjön, és így hát Froggennek is át kell gondolni a kétszer a lehetőségeit, nagyon jól teszi, hogy kifele vándorol. Brandini pedig ugyan megjön, és be tudja fejezni Olit, de ahogyan beszéltünk már erről, nem biztos, hogy azt a támogatót kéne elsősorban fókuszolni. Lehet, hogy mondjuk inkább Pobeltert, mert látjuk, hogy sebzés rá is van, a kataklizmából ki lehetett jönni. Áó. De itt már igazándiból tank nélkül az Echo Fox csapata. Flame pedig megy előre, igazán elemében van, őt ugye megölni nem fogod egy őrangyallal, Pobeltert sem az anya homokórájában, és Ökérien megpróbált mindent, végső képessége is jó volt, de az az alaptámadás Kodisszántól az éppen elég volt arra, hogy be lehessen fejezni az Echo Foxnak a dzsungel esélyt is. Ez és most már haláltánc is ott van Kodisszánnál.
Ez a csapatharc. Jop, Froggen próbálja Kodiszent büntetni, aki viszont simán túléli ezt. Életerőt sem veszített a teljes talonkombóból. Megérkezik még a Kérien. Hátra hagyva. Az egy kellemetlen dolog. Hát ez egy balon nasor lehet az Immortalsnak. Vagy egy félcelt fallal befejezett. Nagyon szép robbanékony hordó viszont Brandiniektől, akik ki tudnak onnan jönni a kicsi a rakásvét fel a rakétaugrásnak köszönhetően. Ez az előző csapatharca annyira össze-vissza volt az Echo Fox-tól, mint hogyha nem is beszéltek volna egymással konkrétan. De tényleg, tehát amikor visszafordult Brandini, nagy a sebzés Pobelteren, senki nem megy vele. Amikor bemegy a Kérien, senki nem fordult vissza vele. Nem védte senki Kiszt, csak ugye Gét, de hát neki ez a dolga. Így egy ingyen baron nasor a végén az Immortalsnak. Plusz egy a Kérien. Szám szerint most már ugye ez a második. És eddig ugyan gyilkosságokban körülbelül kiegyenlített volt a játék, viszont már az előző baron nasornál is majd 10.000-es arany hátránya volt az Echo Fox csapatának, ez most már 14.000-esre tehető. Hát a tornyok, azok, amikből az Echo Fox csapata nem sokat látott, csak akkor, amikor a sajátjaik dőltek. Az Immortals viszont most már roppant magabiztosan irányítja ezt a mérkőzést, azt hiszem ezt kijelenthetjük, és az elkövetkezendő percekben nem hiszem azt, hogy Froggen és az ő beugrálásai igazándiból nagy gondot tudnának okozni. Brandinnek jó volt a végső képessége menekülni, másra nem igazán. Hát igen. És hogy az Immortals most mit csinál, azt fogja eldönteni, hogy ez a végjátéke megint Olira kezdeményez, Froggen nem tudja még eltüntetni sem, és megy érte Exmuti a kataklizma, nem rossz, nem lehet lekövetni Froggent, hiszen ő odaugrál, hova szeretne, Exmuti viszont kergeti, addig pedig nincsenek igazán veszélyben az Immortalsnak a sebző karakterei, amik Froggen ennyire ki van zónázva, Ökédien egymagában esetleg, és nagyon esetleg Pobelter tudja eltüntetni. Viszont neki van kifárasztása, szóval még őt se. Froggen ugrál, Froggen megy, Froggen csinálja, amit csak tud. Viszont az Immortals meghúzza a ravaszt, és nézd meg, Kodiszen ott van, és senki nem foglalkozik vele. Az eredmény, meghalt mind a két tank az Echo Foxból, csak is a támogató Braumiri túl, Kiszt is ott hagyja a fogát. Ez pedig, kedves hölgyeim és uraim, Froggen próbálkozása ellenére is a mérkőzést fogja eredményezni. Penta az Immortalsnak meg egy pentát, Gét az egyetlen Kodiszen lövi a tolony. Nagyon megy. Ő nagyon beszeretne menni, de nem hiszem, hogy Gét kijön onnan. Nem fogják ezt megadni Kodiszennak, pedig megérdemelni egyébként. Lehet mondani, hogy Sivir a legunalmasabb lövész, mert sok lövésztől hallottuk már ezt a kritikát, de az is biztos, hogy megérdemelni Kodiszen ezt a pentát. Gét még egy kicsit tánci-tánci, fércelt fal, minden kutyafülen nem fog bemenni, biztos, hogy nem. Megpróbálta kidobni Pobelter, de kell a pont az Immortalsnak, és volt már elég pentája szerintem Kodiszennak, hogy ne menjen ezért be. Hát ha az Erzsébet berkein belül nem is, az is szólóban egészen biztosan. Szerintem nem olyan boldogtalan ő ezzel a négyszeres gyilkossággal sem. Nagy volt a mosoly a végén, igen. Én is így gondolom. Hát a széria első mérkőzését elhozta az Immortals csapata. Szerintem megérdemelten, de már tegnap is ezt kellett, hogy mondjam. Az Immortals úgy játszik, mint aki első akar lenni. És az Immortalsnak egyetlen egy mérkőzése van hátra. Hogy ne csak úgy játszanak, hanem azok is legyenek. Egy. Mert ha most 2-0-ázik az Immortals, akkor a TSM-nek bőven más szituációkba kell játszania, és a 2-0 a CIG ellen elég valószínűtlen, és akkor szerintem az Immortals lesz az első. De tök mindegy, a másodiknak is ugyanúgy fognak örülni. Ez inkább lélektani. Igen. Most azon a ponton szinte teljesen mindegy, hogy most első vagy második helyen kerülsz be a rájátszásba, ugyanúgy az elődöntőben fogsz játszani. És az Immortals gyönyörű játékot mutatott be most az Echo Fox ellen, akiknél brutális, hogy milyen csapatkommunikációs bakik vannak. Nem együtt mozognak a csapatharcban, össze-vissza ugrálnak, Froggen szóló játékban volt Olival. Igen, kicsit egyébként ez arra utal vissza, mint amit mondtál még az elején, most visszajátszás van, majd utána elmondom, még itt ugye a gyilkosságát láthatjuk Froggennek. Ez jó volt. Igen, egy ideig működtek is ezek a rajta ütései vagy kezdeményezései, megvolt a sebzés, és nem volt akkora fókusz még rajta, hogy egyből akkor minden pajzsot, meg mindent az ő áldozatának a megvédésére ki lehessen osztani, de ez a folyamatos Oli fókusz, ez végső soron igazándiból nem fizetődött ki. Itt ez, én nem is értettem. Tök jó, megöli a támogatót, gratulálok, tényleg, szép dolog, jó dolog, csak éppen teljes mértékben haszontalan. A végén volt 9 gyilkossága, és nem tudta már megölni egyedül a támogatót sem. Ez azért volt rossz egyébként, mert hogyha befele megy,
akkor valószínűleg kábítják és meghal. Ez majdnem biztos. Viszont ott volt mögötte Kiss, aki, hogyha Froggerre fordul az egész Immortals csapata, Kiss tudott volna szabadon lövöldözni, elhozhatott volna egy pár gyilkosságot, és még a Baront is szerintem meg tudták volna ott szerezni. Nem hiszem, hogy ez egy csapatdöntés volt, inkább Froggen a gyilkosságot látta a szem előtt, és ő arra fordult, hogy te is mondtad. Persze. De akkor fejezd be, amit elkezdtél. Megvan még? Miről volt szó? Hogy annak tudható persze, be. Persze, megvan. Szóval még ugye felvetetted a meccs elején, hogy ez inkább úgy néz ki, mint hogyha alapvetően a hősök lennének jók, de nem csapat kompozíció szintjén. Az egész Echo Foxnak a játéka ezen a mérkőzésen körülbelül így nézett ki. Pontosan. Nem csak a hősök, hanem maguk a játékosok is. Nézd meg ezt, ez az a pont. Figyeld majd, itt Brandini kiszorul a harcból, jól robbanékony hordó arra, hogy közel kerüljön a Next Mutants. Itt Brandini visszafordul ki, szépen mi futnak visszafelé. Igen. Meg lehetett volna ölni Pobeltert, vagy az... a zonyát kihozni belőle minimum, mert volt sebzés rajta. Itt a második pont. Kisztet megvédi. Gét, nem tudom Froggen itt mire vár, Ökédien bemegy, gyönyörű az anyahomokórája, és ketten büntetik Kodiszánt, de nem tudják megbüntetni, mert Flame Froggen üti, Ökédien meg egy V1-ben nem nyomja le azt a szívért, nagyon kevésen múlik. Ha itt Pobelter lett volna a fókusz, szerintem akkor Kodiszánt nem tudták volna megölni, ez biztos, de így se. De legalább Pobeltert. De legalább Pobeltert, igen. Itt lemaradtak Brandini kezdeményezéséről, lemaradt Froggen arról, hogy Kiss még effektív lehessen a csapatharcban. Mert megpróbálta kívánni a legjobb pillanatot, aztán beugrott, közel került egy Kodiszánhoz, aki pedig ledobálta a pályáról Flame segítségével. És hogyha ugye arról beszéltünk, hogy meg kell etetni Froggent, mert ő le tudja hozni a csapatának, ez tökéletesen megmutatkozott annyi különbséggel, hogy nem sikerült győzedelmeskedni. Egy Assassinnal azért nem egyszerű megnyerni egy mérkőzést, ezt LeBlancnál is sokszor láthattuk, most szerintem a Tanonnál is beigazolódott. Na de, tanul-e ebből a hibájából az Echo Fox? Meglátjuk a következő mérkőzésem. Nem sokára visszatérünk.